Az őszi szezon elején hazai pályán elszenvedett 5-0-ás vereségét szeretett volna visszavágni a Vojvodina labdarúgó csapata Szabadkán. Az újvidéki pirosfehérek tervei azonban gyorsan dugába dőltek, ugyanis a hazai együttes Haydin találatával már a 11. percben megszerezte a vezetést. A Spartacus ezt követően magabiztos játékkal tartotta előnyét egészen az első félidő hajrájáig. Ekkor azonban jött Subotić, és az alapvonal mellől egy pontos lövéssel kiegyenlítette az eredményt. A második játékrészben egyik csapat sem kockáztatott túl sokat, így a közönség több gólt nem láthatott. A vajdasági derbi 1-1-es pontosztoszkodással ért véget. Mislim da je ovo realan rezultat utakmice. Nama je pripalo prvo poluvrijeme uz malo bolje prilike. Spartaku je pripalo drugo poluvrijeme, oni su imali inicijativu, nisu imali prilike kao mi, tako da smatram da je ovo realan ishod utakmice. A hazaiak mestere elégedett volt a Vojvodina ellen mutatott játékkal. Nama ostaje sada da dobro da se odmorimo. Mislim da je za nas jedna izvanredna fantastična sezona. Pre svega momci su zaslužili da se odmore i da onda nastavimo u februaru onako kako smo radili ove jeseni. A 22. fordulót követően a szabadkai Spartacus továbbra is őrzi harmadik helyét a táblázaton. A Vojvodina együttese pedig a csalódást keltő 8. helyről várja a tavaszi folytatást.